Rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak Tolnán, ugyanis az energiaárak emelkedése miatt a városvezetésnek fontos döntéseket kellett meghoznia az önkormányzathoz tartozó intézményekkel és azok jövő évi finanszírozásával kapcsolatban. Most a képviselőtestület úgy döntött, kettő intézmény tekintetében történt ez meg, a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal, illetve a Vosinszky-Moróvoda tekintetében, aminél meghatározott egy összeget, amivel várhatóan a jövő évben finanszírozni fogja ezt a két intézményt. Ez az összeg az óvoda tekintetében 62,5 millió forintot jelent. Emellett a képviselők arról határoztak, hogy az intézményben a konyhai dolgozók 8 órás munkaidejét 4 órára csökkentik. Továbbá a tervek szerint 2023. szeptember 1-től megszűnik egy óvodai csoport. A közös önkormányzati hivatalnál is gyakorlatilag azok a zálláshelyek, amik jelenleg sincsenek betöltve, ezek leépítés kerülnek a jövőben, tehát 32 főben határozta meg az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal működését, és szándékai szerint a jövő évben 40 millió forintot tesz az állami normatíván kívül hozzá ennek a hivatalnak a működtetéséhez. A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár működéséhez minden évben 80 millió forintot biztosít az önkormányzat. A polgármester hozzátette, hogy utóbbi intézményben is szükségesek az intézkedések. Erről azonban a soron következő ülésen fog dönteni a városvezetés.